Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Kadét program a Gyulai Várban. A diákok országszerte a honvédelmi tematikájú emlékhelyekkel ismerkednek. Munkácsi képek érkeztek. Egy festményt elvittek, két másikat hoztak az Almási kastélyba. Téli felkészülés. Minden rendelkezésre áll egy esetleges fordulathoz. Újabb adomány érkezett. Sok civil segíti a koraszületmentő működését. Csütörtökön 88, a Honvéd Kadét programban tanuló diák érkezett Gyulára. Itt olyan interaktív, múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt, melyek közelebb kerülhettek a 16. század történelméhez. A Nemzeti Emlékezet Pedagógiai Program részeként a várban több hónap alatt közel 2000 fiatal ismerkedhet meg a középkori magyar történelem egy fontos időszakával. Ez a nap híre. Interaktív múzeumpedagógiai foglalkozásokon és a korosztálynak megfelelő játékokon vettek részt a Honvéd Kadét programban tanuló diákok Gyulán. A Nemzeti Örökség Intézete és az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Együttműködésének köszönhetően a Nemzeti Örökség Intézete és az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. Együttműködésének köszönhetően lehet egy ilyen program részese a Gyulai Vár. A programba 7 történelmi emlékhely kapcsolódott be. A csütörtöki fürdővárosi eseményen a Hódmezővásárhelyi Kratokvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 88 diákja vett részt. Megmondom őszintén, engem már kiskorom óta érdekelt a katonaság. Ugye családomban is van katona, illetve volt is, és szerettem volna ezt az egész vonalat itt továbbvinni. A program során a 16. századi várháború korába kalauzolták el a Gyulára érkezett tanulókat. Itt többek között a szabjavívás 5 alapmozdulatát tanították meg a diákoknak, melyet a későbbiekben akár hasznosíthatnak is. Egyrészt egy általánosabb betekintést nyerhetnek a várháború korába, a Gyulai Vár történetének izgalmasabb, különlegesebb momentumaiba egy 16. századi, illetve középkori fegyverbemutatót is kapnak, viseletbemutatót is kapnak, és utána pedig a végvári időszakban használt szabjavívásnak az alapjaiba pillanthatnak be. Párharcok formájában, csapatjátékok formájában, természetesen ezek nem éles fegyverrel zajlanak, hanem egy speciális gyakorló szabjákkal, ilyen polifón bevonatú, puhába gyakorló szabjákkal vívhatnak egymás ellen a fiatalok. A Magyar Történelem Tanárok Egyesülete 2 évvel ezelőtt járt a Gyulai Várban. Akkor elkészült egy olyan anyag, ami módszertani segítséget nyújt a pedagógusoknak a várlátogatás során. Amely lehetővé teszi, hogy ők is felkészüljenek, illetve a diákokat is felkészítsék erre a látogatásra. Úgyhogy ez egy egyedi program, és én ennek nagyon örülnék, hogyha ez tulajdonképpen maradna, hiszen van a másik nemzeti emlékezett pedagógiai program, amiről egyszer már tudósított a Gyula Televízió, és ott is azért a honvédelem, a Gyulai Vár honvédelemben betöltött szerepéről is hallhatnak a diákok, és hát ami nagyon fontos, hogy támogatják az utazásukat, támogatják az itt létüket a múzeumpedagógiai program finanszírozásával, és hát azt gondolom, hogy sok olyan diák jut el ebben a programban, városunkba, és van lehetősége megismerkedni egyrészt a vár történetével, és hát a város szépségével is. Az esemény jó alkalmat teremtett arra, hogy a várban megtanult mozdulatokat, stratégiákat a gyakorlatban is kipróbálhassák a diákok. Műtárgyakat cseréltek az Almási kastély munkácsi kiállításában. A Szépművészeti Múzeum visszakérte a saját kiállításába a Vihar a pusztán című festményt, helyette viszont két másikat adott a tárlat januári zárásáig. Két munkácsi festmény érkezett szerda kora délután az Almási kastélyba. Liska András, az Erkel Ferenc Múzeum szakmai vezetője, itt a 70 millió forint biztosítási értékkel bíró Tanító című tanulmányt mutatta meg. Ezeken a felvételeken pedig a Kolpaki iskola című mű vázlata került elő a csomagolásból. Ez a munka 50 millió forintos biztosítási értékkel rendelkezik. A két műalkotás érkezésének oka az, hogy a Vihar a pusztán című festményt a tulajdonos Szépművészeti Múzeum elszállította a novemberben nyíló saját munkácsi tárlatára.
A közgyűjtemény a kép helyére két alkotást kölcsönzött az Erkel Ferenc Nonprofit Kft.-nek. Munkácsi életében Kolpak, az a luxemburgi üdülőhely, nagyon fontos szerepet játszott, a felesége révén kerültek ebbe az ingatlanba, és Munkácsi nagyon szeretett itt elvonulni, ez számára a nyugalom szigete volt, és itt készültek azok a kritikai realista művei, amik aztán igazából őt a világsiker felé vitték. Úgyhogy az egyik nagyon ismert Kolpaki iskola című képének két vázlatát kaptuk meg a Szépművészeti Múzeumtól. Az egyik a festménynek egy olyan típusú vázlata, ahol már a alakok ugye nem teljes kidolgozottságukban, de a kompozíció teljességét mutatják, illetve egy nagyon fontos szereplője ennek a festményének, a tanító portréja is nálunk fog vendégeskedni most egészen a kiállítás végéig. Az Almási Kastély látogatóközpontban a Munkácsi, a Siker Sztori című kiállítás január 5-éig látogatható, immár a két új festménnyel. Az őszies időjárás ellenére november elején már felkészültek a télies fordulatra a Gyulai Közüzemi Kft.-nél. A hideg idő beállta előtt a szükséges gépjárműpark és a megfelelő mennyiségű útsó is rendelkezésre áll a gyulai telephelyen. November elején már a téli üzemre felkészítve sorakoznak a gépjárművek a Gyulai Közüzemi Kft. Telephelyén, attól függetlenül, hogy még inkább őszies arcát mutatja az időjárás. Bányai György üzemvezető helyettes elmondta, a hódúró és a sószóró gépek is bármikor bevethetők egy esetleges időjárás változás esetén. A só mennyiség is megfelelő, jelenleg közel 200 tonna áll rendelkezésre. Ez azért egy komolyabb tél esetén is jó pár hétig elegendő, ettől függetlenül, ahogy minden évben szoktuk, beszerzési eljárás keretén belül, ami most per pillanat folyamatban van, kiválasztjuk azt a vállalkozót, aki számunkra a legkedvezőbb áron és feltételekkel tudja biztosítani az útszórósót. Ez reményeink szerint a jövő héten megtörténik. Nem jellemző november elejére, hogy még fűkaszálást is végeznek a városban, mondta Bányai György. Ezeket a munkálatokat egy-két napon belül befejezik, és az ott használt gépeket is átállítják a téli üzemmódra. Az üzemvezető helyettes hangsúlyozta, az időjárás előrejelzéseket folyamatosan figyelik, párhuzamosan a sok éves Gyula környéki statisztikai adatokkal. Általában egyébként egy olyan jó hetet az az időintervallum, amit aránylag pontosan meg tudnak még határozni, mert ez az egy hét a tényleges adatok alapján történik, meteorológiai adatok alapján történik az előrejelzés. A hosszabb távú ott inkább trendeket, meg a elmúlt évek, elmúlt időszakok statisztikai adatai alapján történik, ami egyébként nem mindig pontos. Az előrejelzések szerint a következő napok időjárása nem tartogat meglepetést. Ha mégis megérkezik a tél, a Gyulai Közüzemi Kft. Azonnal rendelkezésre áll. Közel 164 ezer forinttal támogatta az Erkel Gimnázium közössége a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítványt. A gyűjtés ötlete az egyik 12-es diák fejéből ötlött ki. Újabb adománnyal ezúttal erkeles diákok által gyűjtött összeggel bővült a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány számlája. A kezdeményezés a 12-es Pap Józseftől indult, aki koraszülöttként jött a világra. Igazából az Erkel Ferenc Gimnázium egy nagyon összetartó és észszerű közösség. Felérik ésszel azt, hogy milyen fontos cél, amit prezentáltam eléjük, és minden segítséget megadtak, illetve ő maguk is támogattak ebben, illetve az alapítványt is, hogy létrejön ez a kezdeményezés, és hogy egy ilyen szép összegű adományt tudtunk átadni. Zámor Ida, a gimnázium főigazgatója kiemelte, öröm számára, amikor a diákokat tudják ösztönözni, motiválni arra, hogy ne csak a szűkebb környezetükben próbáljanak meg jót cselekedni.
Általában a 12. évfolyamra érnek meg annyira a fiatalok, hogy ezt felismerjék és cselekedjenek. Ez mindig egy tényleg egy ilyen nagyon, nagyon különleges pillanat nekünk, mert azt látjuk, hogy igen, ők azok, akiknek értéket tudunk közvetíteni, és akik nagyon fogékonyak erre, hiszen ezt tovább tudják adni. És azzal, hogy ma itt egy különleges helyszínen vagyunk, ez pedig még felemelőbbé teszi ezt a pillanatot, hiszen itt a gyerekek közvetlenül láthatják és tapasztalhatják meg azt, hogy mit is jelenthet az a valóságban, hogy egy-egy ilyen adomány, és nem csak ennek az anyagi oldalát értem ezen, hanem az eszmei értékét is, hogy tényleg mi is oda óriási segítséget jelent ez. Úgyhogy én nagyon büszke vagyok rájuk, és nagyon szépen köszönöm az osztályfőnöknek és az osztály csapatának, illetve annak a szülői közösségnek, akik a gyerekeink mögött állnak, és azok a családok, akik segítik a gyerekeinket. Abdurrahman Abdurrab Mohamed, az alapítvány kuratóriumi elnöke kiemelte, sosem az adomány összege a fontos, viszont mindig egyfajta üzenete van a jótékony cselekedetnek. A fiatalok összefogása nem mindennapi dolog. Jó kezekben lesz az ország majd később, mert tényleg már gimnáziumból indulnak, hogy ilyen összefogás, illetve társadalmi összefogás is fontos ügyet visznek és segítenek. Ez egy fantasztikus üzenete van, hogy azok a gyerekek nem csak saját magukra gondolnak, saját magukkal foglalkoznak, illetve a tanulásukkal, hanem társadalomra is gondolnak, a gyerekekre is gondolnak, hogy fontos üzenete van, hogy fantasztikus fiatalaink vannak, akik majd később vezetni fogják az országot, és jól fogják is vezetni. 163.735 forintot adott át az Erkeles Diák Közösség a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány számára. Elismeréseket adtak át a Békésvár megyei Területi Védelmi Bizottság szerdai ülésén. Rövid hírek következnek. A Békésvár megyei Területi Védelmi Bizottság 2018-ban döntött a Békésvár megye védelméért emlékplakett létesítéséről. A szerda délelőtti a kormányhivatalban megrendezett ünnepi eseményen két személy és egy szervezet vehette át a kitüntető címet. Bácsfalvi Zoltán tűzoltó főtörzsörmester, Babák Mihály Szarvasváros leköszönő polgármestere és a Békésvár megyei Polgárőrök Szövetsége. Takács Árpád főispán mindhárom elismerésben részesült tekintetében kiemelte, aktív, elhivatott, szenvedélyes munkát végeztek a biztonság és a védelem érdekében. Istennek dicsőség, egymásnak segítség. Valamennyi vármegyei vonulós, bakancsos tűzoltó munkáját méltatta a főispán, Bácsfalvi Zoltán tűzoltó főtörzsörmester 35 éves szolgálatára visszatekintve, aki 1989-től kezdve mindvégig Békés Csabán teljesített szolgálatot. Bácsfalvi Zoltánra a példaértékű kötelességtudat, a kivételes bajtási hozzáállás volt a jellemző, mindemellett képzőművészként is ismert a neve a térségben. A biztonság az egy nagyon fontos dolog az ember életében. A biztonság jelentőségét hangsúlyozta köszönő beszédében Babák Mihály, Szarvasváros leköszönő polgármestere. A Békésvár megye védelméért kitüntetésben részesült, 6 cikluson keresztül, 26 évig irányította Szarvasvárosát, mindemellett 14 évig volt a helyi védelmi bizottság elnöke. Többek között számos ár- és belvízvédelemben vett részt, és kiemelten támogatta a tűzoltók és a tűzoltóság munkáját is. Kitűnő emberek, kitűnő vezetők. Az 1996-ban alakult Békésvár megyei Polgárőr Szövetségben szolgálatot teljesítő 2300 polgárőr munkáját jellemezte Takács Árpád. A szövetség tagjai 73 polgárőr egyesületben végzik önkéntes tevékenységüket, mintegy 700 ezer óra időtartamban szabadidejük terhére. A Békésvár megyei Területi Védelmi Bizottság az emlékplakettek átadásán túl köszönetét és elismerését fejezte ki Zalai Mihálynak, a Békésvár megyei önkormányzatot ez év őszéig vezető elnöknek. A Vöröskeresztnek 1973-tól volt tagja, 1995-től munkatársa, 2013-tól pedig vezetője Tóth Zoltánné, nyugalmazott vármegyei igazgató, akinek munkáját oklevéllel és emléktárgyal ismerte el a grémium.
Takács Árpád főispán kiemelte, számos programot közösen dolgoztak ki a Vöröskereszt szervezetével, harmonikus, egymásra támaszkodó együttműködésbe. Az emlékplakettek és elismerések átadása után a Békés Vármegyei Területi Védelmi Bizottság ülésével folytatódott a program. 2019 májusában indult első útjára a Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány járműve. Az első hívás Orosházáról érkezett. Az elmúlt 5 év alatt több alkalommal vittek többek között súlyos szívfejlődési rendellenességgel világra jött újszülöttet lélegeztetve az Országos Kardiológiai Intézetbe. Abdurrahman Abdurrab Mohamed kiemelte, a mentőautó egy mozgó koraszülött intenzív osztály. Minden, ami a kórházban megtalálható, az benne van az autóban is. Abdurrahman Abdurrab Mohamed kiemelte, minden 10., 11. gyermek korábban érkezik úgy hazánkban, mint Békés Vármegyében is. Az 1050 úttal a hátuk mögött sokkal rutinosabbak lettek, és napról napra töretlenül lelkesek. A mentőautó zökkenőmentes működéséhez elengedhetetlenek a támogatók és a különböző jótékonysági rendezvények. Ilyen többek között a november 17-i Koraszülöttek Világnapja, valamint november 22-én jótékonysági pizzasütést rendeznek a Stefánia szárnyban. Abdurrahman Abdurrab Mohamed kiemelte, az őszi-téli időszakban a megbetegedések 70%-a vírusos megbetegedés. A 6 éves kor alatti gyerekek akár havonta is betegek lehetnek. Ez ebben a korban természetesnek számít. Abdurrahman Abdurrab Mohamed kiemelte, a téli időszakban teljesen természetes, hogyha a gyermekünk köhög vagy váladékos az orra. Amennyiben egy gyermek kiegyensúlyozottan étkezik, akkor csak 2 vitaminra, a C-re és a D-re van szükségük. Az elmúlt évek gyakorlata szerint az idén is keresi a Városi Önkormányzat Gyulán és környékén azokat a fenyőfákat, amelyek kinőtték a helyüket, és tulajdonosaik szívesen felajánlanák azokat a város köztereinek díszítésére. Szásznél Várkonyi Adrien elmondta, változatlanul 5 helyszínre keresnek az idén is örökzöldeket. Szásznél Várkonyi Adrien hangsúlyozta, a kritériumok hasonlóak ebben az évben is, mint korábban, szimmetrikus, egyenes törzsű és szép formájú fenyőket keresnek. A felajánlott fákat november 20-a után tervezik szemlézni a szakemberek. A felajánlásokat november 15-éig várja az önkormányzat Szászné Várkonyi Adrien főkertésznél, illetve a Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft.-nél. Eredetileg a német fővárosban nyílt meg az a kiállítás, mely az alapját képezi a Gyulán is bemutatott anyagnak. A Berlin a Tudós Nők Fővárosa című tárlat német és magyar nyelven állít emléket azoknak a nőknek, akik kijárták az utat a későbbi generációk számára, lehetővé téve azt, hogy a hölgyek is tanulhassanak, oktathassanak a legmagasabb szinten. A tárlatot Szélné Rapport Erika, a gyulai német önkormányzat elnöke nyitotta meg, akik kiemelte, a könyvtárban nem csak a német olvasóterem, hanem egy-egy időszaki kiállítás is erősíti a helyi német közösség identitását. A kiállítás nem csak ismereteket közvetít, hanem megadja a megérdemelt elismerést azoknak a nőknek, akik minden megpróbáltatás ellenére valamilyen szempontból elsőként törtek utat, és tették lehetővé nőtársaik felsőfokú tanulmányait, illetve azt, hogy a hölgyek kutatóként is elismerést vívhassanak ki maguknak. Régen várt fejlesztés történt meg az Agility Egyesületnél. Lapszemle következik. Megérkezett a műfüves borítás. Mostantól még színvonalasabb versenyeket rendezhet a gyulai kutyás Agility szabadidősport. Írt a közösségi oldalán Görgényi Ernő, gyulai polgármester. A Nemzeti Együttműködési Alap 6 millió forint támogatást biztosított a beszerzéshez, amit az önkormányzat további 2 millió forinttal egészített ki. Jó ütemben halad a kijelölt utcák aszfaltozása. A tervezett munkaterület 30%-án már kész az új útburkolat. Adta hírül közösségi oldalán Kálmán Tibor, békési polgármester. A beruházás a remények szerint ebben az évben minden egyes utcában befejeződik. Hálát adtak Istennek! Nevelőszülők és gondozott gyermekek zarándokoltak Nyírgyulajból,
Mária Pócsra, közölte a Magyar Kurír. A zarándokok közös imádsággal és énekléssel töltekeztek. Táncoló vendégek. 9 pásztorgém időzött cserebögényben, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. A pásztorgém fehér színű, kisebb testű, rövid csőrű gém, eredetileg az afrikai szavannákon élt, majd sikeres terjeszkedést követően több kontinensen is költőfajként jelent meg. Hideg, nyírkos reggelek várnak ránk. Napközben emelkedik a hőmérséklet, és kisüt a nap. Pénteken a reggeli pára és köd után napos, fátyol felhős idő várható. A hőmérők éjszaka -1 fokot, a kora délutáni órákban 14 fokot mutatnak. Szombaton is napos időre készülhetünk, csak fátyol felhők lehetnek az égen. Csapadék nem valószínű. A hőmérséklet pedig -2 és 13 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Kadét program a Gyulai Várban. A diákok országszerte a honvédelmi tematikájú emlékhelyekkel ismerkednek. Munkácsi képek érkeztek. Egy festményt elvittek, 2 másikat hoztak az Almási kastélyba. Téli felkészülés. Minden rendelkezésre áll egy esetleges fordulathoz. Újabb adomány érkezett. Sok civil segíti a koraszülöttmentő működését. A Gyula TV híradóját látták. A most következő népi mesterségekben a mézes kalács készítéssel foglalkozunk Hajdú Andreával. A pódiumban a Múzeumi Szabad Egyetem sorozat újabb epizódjával jelentkezünk. Ebben Halmágyi Miklós levéltáros annak járt utána, hogy eljutott-e Gyulára Tózsa György. Kövessék híreinket, videóinkat a közösségi oldalakon és a gyulatelevízió.hu-n. Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!